A hátsó ülés sor külön állítható ülésekből áll. Az adott verziótól függően a hátsó oldalsó üléseket ülésfűtéssel is el lehet látni. A manuális döntés és visszabillentés az egyes üléseken található kar segítségével lehetséges. A hétüléses verzióban a harmadik üléssorban két ülést találunk, amelyek a padlóba elsüllyeszthetők. Ezek segítségével további két utasnak lehet könnyűszerrel helyet adni. A bejutás ide a második üléssor karjának előre billentésével lehetséges. Miután beszálltak a harmadik üléssorba, húzza meg a második üléssor karját, hogy az ülések újra helyükre kerüljenek, és ellenőrizze, hogy az ülések megfelelően rögzültek-e a helyükön. Az elektromos nyitási rendszer lehetővé teszi, hogy a második és a harmadik üléssor üléseit ledöntsék teljesen sík padlószint kialakításához, így a raktér kapacitása gyorsan és könnyedén beállítható. Állógépkocsinál kikapcsolt hátsó övek esetén és az első ülések asztalkáinak lehajtott állapotánál, a csomagtartó billentyűzetéről vagy a multifunkciós kijelzőről lehet a parancsot kiadni. Válassza ki az ülést vagy üléscsoportot, amelyet le kíván dönteni, majd hagyja jóvá. Ha az összes hátsó ülés a padlószintbe süllyeszti, teljesen sík padlót kap 2040 literes kapacitással.